Szép jó reggelt kívánunk mindenkinek! Csodaszép szerdai napunk van, és a mai napon egy egészen extra videóval fogunk nektek készülni. Arra gondoltam, mivel még soha nem volt ilyen, nem vezettem soha még jobbkormányos autót, felkerestünk egy autókereskedőt, akik jobbkormányos autókat vásároltak, és akkor most eladnak nyilván kereskedők, értitek? És hát oda fogunk menni. Választhatunk egy autót, és akkor elvisszük egy-két órára, és akkor kicsit próbálgatjuk, hogy mi újság van. Ugye minden a másik oldalon van, a váltó is ezen az oldalon van, úgyhogy érdekes lesz. Úgyhogy most megyünk is Alsó-Némedibe. Alsó-Némedibe? Alsó-Némedibe. Itt van egyébként Crack is, ő fog nekem itt segítkezni, gyönyörűen bemutatja az ujját, és akkor onnan fogjuk folytatni. Szóval, hogy meg is érkeztünk, és gyakorlatilag itt, ahogyha elnéztek bármerre, itt mindenhol autókat láttok, amiket vagy alkatrésznek használnak, vagy nem. És hát egy gyönyörű autót kaptunk ahhoz, hogy kipróbáljuk. De azért menjünk közelebb, nézegessük meg, hogy mik vannak itt. Ugye itt van a, hát nem is tudom, hogy mi a neve, nem készültem fel, ugye az Opel angol megfelelője, ugye? Az autó. Aztán van itt BMW, Ford, és mindegyik nyilvánvalóan Angliából származik, és annyira fura, mert én még szerintem testközelből sem láttam jobbkormányos autót, és olyan fura, hogy mindegyiknek rossz felén van a kormány. Úgyhogy most előre fogunk klattyogni, és megmutassuk, hogy mivel fogunk mi menni. Ez lesz itt a munkagép, ami egy Mitsubishi Pajero, vagy Pajero. Ugye? I've never been the one who's worried. Always been the one who's keeping it cool. The kind of guy who chill while others hurry. I didn't know that I've been the fool. I've been telling lies about something real. Most lesz az első beülés. Először itt a telepen belül fogunk menni. Te jó Isten! Ez nagyon fura. Elképesztően fura, és milyen jó, hogy van egy ilyen kis telep, ahol ezt ki is tudjuk próbálni. Oké, kuplungunk az úgy van. A váltó az már itt van, az már eleve nekem elképesztően fura. Oké, ó, hála Isten, az index az itt van, az megmaradt ezen az oldalon, ebben az autón, de ahol itt nincsen izé, nincs egy ülés még, hanem ott van. Az anyár picsáját, hogy ott tűz, de fura ez. Jó, hát szerintem akkor indítsuk be a szerelvényt, és próbáljunk meg először, itt van egy kis hely, és itt kéne valahogy megpróbálni először egy megfordulást, vagy valamit. Gyújtás. Hú, klíma most nem kell. Pöcrö, fú, várjál. Na, hogyan van itt az egyes? Arra fele kell tolni az egyest, hallod? Ó, a biztonságívet nem felejtetted de? Hát itt bent. Hűha. Szerinted mennyi idő alatt fulladok le? Jézus, ha hallod, jó gyerek! Hát ez így milyen? Azt a rohadt, és az az ív, az az, ami nagyon-nagyon fura. Megpróbálunk itt egy megfordulást, mert igazából ennyi itt a helyünk egyelőre. Úristen, de félek! Hallod, nem tudom érezni azt az oldalát. Mondjuk megszokható. Na, és most tudod, mi van? Looking for lükverc. Megvan elsőre a lükverc. Mert nincsen rajta semmi, srác. Úha, várjál. Hát ezen azért küldeni kell neki egy kis gázt. Én megszoktam, hogy nekem nem nagyon kell. Hát ez eszméletlenül fura. Mert hogy tényleg az van, hogy megszoktad azt, hogy ezen az oldalon anyád ül, már mint hogy anyósülés. És hallod, így nézhetek kifele, hogy mi újság van. Azon gondolkodtunk, hogy mi van itt a Mekibe, hogyha így ezzel nyomúszott. Megpróbálok itt megint megfordulni. Ú, de milyen jó kis fullos szervója van ennek az autónak, pedig azért gondolom nem mostani. Oké. Szóval, hogy mi van a Mekibe? Ugye? Mert hogy a Mekibe gyakorlatilag teljesen el van cseszve az egész, mert így át kéne nyúlnod az egész autón. Hát a Mekibe anyádnak kell kérnie. De tényleg, de ha egyedül vagy. Na jó, figyelj, azt mondta egyébként itt a srác, hogy sokkal jobb ezeket vezetni,
hallod. Szóval, hogy azt mondta, hogy sokkal jobb ezeket vezetni, ide is köszönünk. Hello! Hello, kamera! Hello! Mert hogy megállsz az út szélén, és akkor nem kell átsétálnod az egész autó körül, ezen az úton. Meg vannak elképzelései az úrnak, azt mondta, hogy 2030-ra ő azt szeretné, hogy jobb kormányos legyen az egész magyar közlekedés. Ugye, ő azt mondta. Itt vannak elképzelései, itt rengeteg roncsautó van egyébként, ami nem csak roncsautó, és ezeket ő hozza ide be. Na és hát most pedig megyünk az útra. Kimegyünk, kipróbáltuk itt a Verdát, hú de fura még mindig nekem ez, hogy ide kell tenni a nevét, az egyest. És akkor most megpróbálunk kimenni, hát itt a kuplunggal vannak nekem egyébként fenntartásaim, mert elképesztően fura, ugye, de fura, hogy ott mi van azon az oldalon. Na, és akkor nézzük meg a rohadt teget, hogy lehet itt ülni, basszus. Menjünk el inkább először arra. Hoppá! A rohadt teget, hallod? Tök furán kell húzni a sebességeket. Jézusom, és itt gyakorlatilag ugye a földhöz kell közel menni, vagy az út széléhez. Hűha! Hát ez nekem nagyon fura, srácok. Mint egy tanuló vezető, gyakorlatilag most úgy csinálok. Szerintem itt mi meg is fordulunk. De egyébként most lehet, hogy hülyének fogtok nézni, mert hogy miről beszélek, de ezt könnyebben meg lehet szokni. Rohadjak meg, ha nem így van. Ezt a fajta vezetést, hogy ezen az oldalon vagy, sokkal könnyebben meg lehet szokni. Valahogy úgy testhez állóbb a dolog. Jézusom, ezzel hogy lehet előzni? Ugye? Mert azt mondják, hogy ezzel simán lehet előzni. Hát, srácok. Tehát, hogy ember legyen a talpán, aki ezzel simán tud előzni. Úgyhogy gyakorlatilag ezt az oldalát látom az útnak, nem pedig a másikat. Itt nem lehet bemenni a benzinkútra. Esküszöm, félek egyébként. Igen, itt tudok bemenni? Itt tudok bemenni. Hűha. 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 Na jó. Keveset szoktam anyósülésen ülni, mivel sokat vezetek. És most nem az, hogy az anyósülésen ülök, hanem az anyósülésen vezetek. Hát egy szabályos parkolást valószínűleg ezzel nem nagyon tudnék egyébként végrehajtani, mert gondolom gyakorlatilag máshogy kell tanítani meg ez a befordulás, rácok, hogy nagy ívbe fordulsz, és tök a másik oldalon van minden. Itt áll a Verda, akkor nézzük meg, hogy innen hogyan tudok kiállni. Jó, nem egy hatalmas nagy mutatvány ez, de nézzük meg. Nyilván ebben semmi tolatóradar, meg ilyesmi. Mondjuk ez csak ilyen... Tudod miért nem jó egyébként a tolatóradar? Most már így rájöttem, amióta én használom a BMW-t, és pont azért, mert beülsz egy autóba, és egyszerűen hasznavehetetlen vagy. Na, itt... Hú, de jó, hogy látom ennek a csücskét, hogy mi van ezzel. Oké, figyelj, easy. Érdekes, itt az előbb... Oké, nem akarok betolatni a izébe. Érdekes, itt az előbb beszéltünk egy ilyen csávóval, és hát megkérdeztük tőle, hogy mert mondta, hogy neki is van egy jobb kormányos autója, és mondta, mert kérdeztem tőle, hogy hát a Mekibe hogy áll be, meg drive-ba, és azt mondta, hát sehogy, hanem leteszi az autót szépen a parkolóba, és besétál a Mekibe. Azt mondta, hogy így nem fura egyébként, hogyha megszokja az ember, akkor nem fura jobbkormányos autót vezetni Magyarországon. Az a fura, amikor a jobb oldali a közlekedés is. Na, az már fura. Most, hogy így vezettem jobbkormányos autót, egyáltalán nem érzem azt, hogy nekem annyira kéne. Úgyhogy mindattól függetlenül, hogy egyébként olcsóbban, bizonyos százalékban, de olcsóbban hozzá tudsz jutni, nem nagyon akarok én ilyet. Hú, basszus, hogy itt a váltó, de fura. És nem látok ki arra, hallod? Ami még a másik dolog, és szerintem ez is tök érdekes, kérdeztem a csávót, hogy előz, mert ugye, mutassuk meg azzal a kamerával. Mert ugye így jössz, és nézd meg, hogy gyakorlatilag nem látod úgy, ahogy kéne. Tehát, hogyha van előtted egy autó, gyakorlatilag nem látod, hogy mi van ott, mert az anyósüléssel látja maximum Katika néni, hogy mi van. Úgyhogy én ezt elengedném, ezt a verziót, hogy
hogy én ilyen autót birtokoljak. Minden esetre, srácok, kipróbáltuk. Remélem, hogy tetszett azért nektek. Köszönöm szépen, hogy itt voltatok. Jók legyetek, és szevasztok!